A Botanika hetével párhuzamosan egy másik konferencia is zajlott, amely az atomenergia felhasználását járta körül. A népességnövekedés és a klímahatások tükrében is vizsgálta az energia századának igényeit és lehetőségeit. Energia századát éljük, de nagyon komoly kihívásokkal kell szembenéznünk. Mik a legfontosabbak ezek közül? Melyik a kezelhetőke? Hát hármat szoktak említeni, és remélem, hogy kezelhetők. Hát ezen dolgozik nagyon sok szakember. Ez a három, az egyik az ellátás biztonsága. Tapasztalhattuk, hogy milyen veszélynek volt kitéve Magyarország az elmúlt évek telején, amikor ukrán-orosz gázvita kapcsán elzárták a gázcsapot. Ez az egyik tehát az ellátás, ugyanis az az energia legdrágább, ami nincs akkor, amikor szükség van rá. A másik az a költség. Nagyon nem mindegy, mennyibe kerül az energia, és nem csak az államok, vagy a gazdaság szintjén, az egyszerű háztartásokban is tapasztalhatjuk, és hát a politikában is hallhattuk, hogy az egyik leggyakoribb kérdés, hogy lesz-e gázáremelés. Hát sajnos azt tapasztaltuk, hogy lesz, volt, és lesz. Tehát az energiaárak, költségek növekednek, ezért a fejlesztésnél mindenképpen ezt a szempontot is figyelembe kell venni, hogy gazdaságilag elviselhető legyen az energiaellátás, és hát a harmadik, manapság egyre több szó esik a klímaváltozásról. A klímaváltozás az elsősorban az ezt okozó gázok kibocsátása miatt következhet be, és ebben az energetikának igen komoly szerepe van, kb. Egy harmada a klímaváltozást okozó gázoknak az energiatermelésből származik. Tehát ahhoz, hogy a világban fenntartható legyen a fejlődés, ahhoz az energetikában is a klímaváltozás veszélyét figyelembe kell venni. Hát ez az a három kihívás, aminek egyszerre mind a háromnak nagyon nehéz megfelelni. Nem mindegy, hogy milyen forrásból születik az energia. Sok vita övezi ezt a kérdést. Milyen ma Európában a viszonyunk az atomenergiához? Hát európai szinten ellentmondásos. Vannak olyan európai államok, amelyekben egyszerűen antinukleáris a kormánypolitika, és nem eddig sem tervezik, vagy ezután sem tervezik az atomerőművek felhasználását. Azokban az országokban, ahol nagy számú atomerőmű működött, vagy működik, de politikai problémák voltak vele, változik a kép. Néhány nagyon érdekes példa, Olaszországban a csernobili baleset óta egyszerűen lemondtak az atomenergiáról, bezárták a működő atomerőműveket. Most Olaszország igen komolyan elhatározta, hogy egy nagy atomenergia programot indít, mert nem tudja másképp megoldani a villamosenergia ellátását. Nagy-Britanniában 4 évvel ezelőtt, még úgy gondolta a kormány 3-4 évvel ezelőtt, hogy a elüregedő atomerőművek pótlására nem kell új atomerőműveket építeni, ma már látják, hogy nem tudják másképp megoldani az ország villamosenergiaellátását, tehát ott is beindult egy nagy program, és hát a legérdekesebb Németország, ahol folyamatosan a kormánypolitika egyik kérdése, hogy mit tegyenek az atomerőművekkel, ott a közmélemény nagyon atomerőmű ellenes, de a politika egyre inkább kezdi fölismerni, hogy a működő atomerőműveiket nem tudják más forrással észszerű módon ezt a három úgynevezett kihívást is figyelembe véve megoldani, tehát ott is kezd a politika abba az irányba elmenni, hogy szükség van az atomerőműveikre. Finnországban, Lengyelországban, Franciaországban, most már Magyarországon is komoly tervek vannak új atomerőművek építésére, úgyhogy Európában is megváltozott a klíma, és azt látják, hogy ma már a közvélemény is egyre inkább felismeri, és előbb-utóbb a politikusok is, hogy az atomenergia nem az üdvözítő megoldás, de egy fontos és valószínűleg elkerülhetetlen része az energia problémák megoldásában. A viták néha falsak. Néha arról szólnak, hogy most megújuló energia legyen, vagy atomenergia legyen. Ez egy buta kérdés, ez nem létező probléma. Valószínűleg mindkettőre szükség van, és valószínűleg mindkettőre úgy van szükség, hogy nélküle nem nagyon oldható meg Európa villamos energiaellátása. Mit mutat a magyar energia térkép?
Hát a magyar energiatérkép az éppen most van kicsit változóban, de azért azt lehet látni, hogy ma még kiegyensúlyozott. Tehát körülbelül 40%-át a villamos energiának azt a paksi atomerőműt termeli, körülbelül 40% a gáz- és olajerőművekből származik, ahol az olajerőművek állnak le, és gázerőművek épülnek, és a fennmaradó rész az pedig elsősorban szénbázisú. A megújuló energia aránya a magyar villamos energia termelésben elhanyagolhatóan csekély, nincs vízerőművünk, csak a kiskörei, meg a tiszalöki nem számottevőek. A megújuló energiaforrások azok korlátozottak, és még a legoptimistább elképzelések mellett sem lehet, vagy sem nagyon tudjuk túlszárnyalni azt a célt, hogy 2020-ig 13%-ra növeljük a megújuló energia felhasználást a magyar energetikában. Valószínűleg szükségesnek látszik új atomerőmű építése, ennek a vizsgálata folyamatban van. 2009-ben az országgyűlés fel is szólította a kormányt, hogy kezdje meg ennek előkészítését, úgyhogy közeljövőben itt döntés várható, hogy épülnek-e és a Pakson új blokkok, és ha igen, akkor milyen blokkok, és egy vagy kettő, és milyen gyártmányú. Tehát ha ez a program beindul, akkor az atomenergia szerepe Magyarországon tovább fog nőni.